víz szagát fogjuk megvizsgálni. A víznek a szaga attól függ, hogy milyen szennyeződések érik. Ezért mi most megvizsgálunk egy természetes vizet és egy desztillált vizet. A természetes víz a szamosból származik. Mindkét vízmintából öntünk ebbe a kémcsőbe, illetve egy-egy kémcsőbe. Ebbe a kémcsőbe a szamos vizet, és lezárom. Ebbe a kémcsőbe pedig desztillált vizet helyezek, és ezt is lezárom. A víz szagának vizsgálatához melegíteni kell ezeket az oldatokat. A fejlődő gázokat nem engedjük eltávozni, ezért dobtuk be a kémcsöveket. Az égő elzárása után megszagoljuk a kémcsövet. Kissé ammónia illatot érzek, tehát a szamos víze valószínűleg szerves anyaggal szennyezett. A desztillált vizet is megszagolom. Ennek nincs szaga, ez érthető is, hisz a desztillált víz semmilyen szennyeződést nem tartalmaz.